feloszlathatja magát a mohácsi képviselő testület, legkésőbb ősszel időközi választás jöhet a településen. Csorbai Ferenc, aki ellenfél nélkül lett Mohács polgármestere, korábban elzárkózott egy új választás kiírásától, most viszont már támogatná az ötletet. Csorbai októberben azért lett polgármester, mert egyedüli indulóként nem lépett vissza a helyhatósági választásokon, hiába kérte erre akkor az MSZP is. Most viszont már Csorbai szerint is itt az ideje a tiszta beszédnek, így áll az új választás elé. A képviselőtestület már meg is kérte a polgármestert, hogy hívja össze a rendkívüli közgyűlést. Mohácsnak érdeke az, hogy egy tiszta képet kapjon, öntsünk tiszta vizet a pohárba, természetesen állok elébe. Azt gondolom, hogy ebben a rövid időben a városlakóknak lehetősége volt meglátni azt a munkát, azt az irányultságot, amit én képviselni szerettem volna. Meglátjuk, hogy mi lesz. A helyi Fidesz szerint ők békejobbot nyújtottak Csorbainak. Pávkovics Gábor szerint a polgármester és csapata egy járványügyi kampányvideóval felrúgta a szóbeli békemegállapodásukat. Én ragaszkodtam és ragaszkodni is fogok a kinyilatkoztatott alapelvhez. Semmi kétségem afelől, hogy Mohácson most is megvan az a csendes, józan többség, amely nem kizárólag a közösségi portálokon éli az életét, és nem csak néz, hanem lát is. Mi mind pontosan ugyanazt gondoljuk erről az önmagát leleplező jelenségről. Erkölcsileg elítéljük, amit egyesek vélelmezhetően a koronavírust eszközként felhasználva műveltek. Arra kérek minden mohácsi polgárt, hogy ne üljön föl erre a teljesen rossz irányba tartó vonatra. Azt, amit most tapasztalunk, raktározzuk el emlékezetünkben arra az időre, amikor a veszélyhelyzet már a múlté, és ítéljük meg akkor ennek alapján. A Jobbik támogatná Csorbait egy esetleges összefogás keretein belül az új választásokon. Úgy gondoljuk, hogy ha sikerül a legszélesebb körű ellenzéki, illetve civil összefogást, nagyon fontos kiemelni a civilek szerepét is, tető alá hozni, akkor készek vagyunk Csorbai Ferencet támogatni. A Momentum biztosan nem kívánja a jelenlegi polgármester támogatni egy új választáson, a DK viszont még nem foglalkozott a kérdéssel.